Szuperkupa döntő után Bajnokok Ligája selejtező, a Videoton meglehetősen fontos mérkőzésekkel kezdte el a 2011-12-es szezont. A fehérvári csapat története első BL kvalifikációs meccsére készül, az ellenfél az osztrák bajnok Sturm Graz lesz majd idegenben. A hazai pálya azonban nem kimondottan lesz meg a Sturmnak sem az első mérkőzésem, a gráciak ugyanis Klagenfurtban fogadják a Videotont. André Alves a Videoton csatára szerint ez meglehetősen fontos tényező, a Vidinek meg kell próbálnia egy kedvező eredményt kiharcolni az első mérkőzésen. Örülök, hogy nem mi kezdjük hazai pályán a párharcot. Szerintem nekünk jó, hogy vendégként játsszuk az első meccset. A kinti elvárások miatt a nyomás így a Grazon lesz. Vélhetően a meccs elejét próbálják is majd megnyomni, gyorsan gólt szerezni. Kulcsfontosságú lesz, hogy ez ne sikerüljön nekik. Mindenképpen el kell kerülnünk a kapott gólokat. Ez nagyon sokat számíthat majd a visszavágón, ahol a közönségünk biztatásával és segítségével szerintem jó eséllyel kivívhatjuk a továbbjutást. A Szuperkupa döntőjében Sándor György és Elek Ákos is összeszedett egy-egy kisebb sérülést, szerencsére azonban mind a ketten ott lehetnek az utazó keretben. Sándor György a Vidi középpályása érdeklődésünkre elmondta, a Sturm Graz egy picit esélyesebb, jelentősebb múltja miatt, azonban a Vidi élhet az eséllyel. Amit a Videotonnál néhány éve úgymond megszokott, tehát a normális körülmények és a Magyarországon kimagasló háttér és játékos állomány, az ugye Ausztriában, mondjuk az ellenfelünknél akár már 10 vagy 8 vagy 12 éve így van, de hát nem megyünk sehova felemelt kézzel. Paulo Sousa együttese kedden utazott el Klagenfurtba, ahol szerda este 20:30 perctől csap össze a Videoton FC a házigazda Sturm Grazzal.